napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a sajtó megjelent képviselőit szokásos havi sajtótájékoztatónkon. Ahogy a meghívóból is láthatták, első témánk annak az együttműködési megállapodásnak a megújítása, amit főiskolánk a Heves megyei rendőrfőkapitánysággal kötött. Ezt az együttműködési megállapodást most itt ünnepélyesen alá is fogják írni az intézmény képviselői. Körünkben üdvözlöm dr. Juhász István rendőr-dandártábornokot, a Heves megyei rendőrfőkapitányt, és átadom a szót rektor úrnak és a dandártábornok úrnak, hogy mutassák be ezt az együttműködési megállapodást. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a sajtó résztvevőit, a sajtó képviselőit, rosszul indul már egy beszédzavarral. Örülök annak, hogy főkapitány úr itt van közöttünk. Köszöntöm a főkapitányság szóvivőjét is, Soltész Bálint urat is. Tulajdonképpen ez nem egy előzmény nélküli dolog, mint ahogy ezt a PR programigazgatónk is jelezte. Volt egy viszonylag régen megkötött megállapodás, nem is a főkapitány úr elődjével kötöttük ezt meg, hanem még egészen korábban. De főkapitány úrnak teljesen igaza volt abban, hogy bizonyos időközönként az írott dokumentumokat is át kell tekinteni, miközben abban a hitben vagyunk a mai napig is, hogy fontos és meghatározó része egy írásba foglalt megállapodás az együttműködésnek, tehát az apró pénzre váltása az mégis mindig azokon a vezetőkön, munkatársakon múlik, akik mindkét fél oldaláról az intézményben ezt a munkát irányítják, koordinálják. Én azt tudom mondani, hogy ez a kapcsolat korábban is jó volt, mint minden kapcsolat természetesen voltak erős időszakok, közepes időszakok. Ebben a megállapodásban újra fogalmaztunk súlyponti kérdéseket, új elemeket jelöltünk be. Mi a sajtó számára elérhetővé tettük a megállapodás teljes szövegét, én ezért most részletkérdésekre itt nem térek ki. Azon vagyunk, hogy mindkét fél olyan fontos közfeladatot lát el, amelyben az érintkezési területeken erőforrásainkat tudjuk egyesíteni, a tevékenységünket tudjuk gazdagítani, már úgy értem, hogy a feladatellátás szükséges tevékenységet tudjuk gazdagítani, és hát magam részéről az intézmény nevében azt tudom mondani, hogy azon leszünk, hogy ez a lehető legoperatívabb és a megvalósulásnak számos változatával kíséri az életünket majd a jövőben, főkapitány úr. Nagyon szépen köszönöm, rektor úr. Köszöntök én is mindenkit tisztelettel. Bemutatkozó látogatásomkor, akkor rektor úrhoz jöttem. Egyrészt ugye, aki érkezik, annak illik köszönni, ezért beköszöntem hozzá, és nagyon örültem annak, hogy egy igazán nyitott intézményt sikerült megismernem, egy nagyon nyitott vezetést. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Heves megyei rendőrfőkapitányság munkája során számtalanszor érintkezik a fiatalokkal, az itt tanulókkal is, és hát miután egy diákvárosról van szó, ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen a kapcsolata a megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak az itt tanuló hallgatókkal. Én nagyon bízom benne, hogy az az együttműködési megállapodást, amit rektor úrral aláírtunk, az egy talán a korábbiaknál is egy picikével stabilabb táptalajt fog biztosítani ahhoz, hogy még gördülékenyebb és még operatívabb legyen ez az együttműködés. Én a magam részéről bízom abban, hogy a mindennapokban minél többször fogjuk tudni apró pénzre váltani. Egy egész komoly operatív tárgyalást folytattam nyelvtanárokkal a tekintetben, hogy a rendőrségen, hát ma már ugye egyre fiatalabb a rendőri állomány, tehát ezen a nyelvképzésben nem állunk rosszul, de azért úgy gondolom, hogy még vannak rejtett tartalékok, amiket ki kell aknázni. Nyilván nagyon fontos az is, hogy azért 2011-ben az EU-s soros elnökség kapcsán nagyon sok rendészeti feladat is fog majd hárulni az országra. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy a rendőrségen minél több olyan ember dolgozzon, aki idegen nyelveket beszél jó szinten. Én köszönöm azt a lehetőséget, hogy a főiskola biztosítja azt, hogy tanárok fogják tudni képezni a kollégáimat, olyan halkan zárójelben jó magamat is, és én nagyon bízom benne, hogy még ezen kívül nagyon sok olyan operatív program lesz, amiben hatékonyan fogunk tudni együtt dolgozni. Fiatalok
gyakorlatot szoktak ott tölteni a főkapitányságon, és a jó múltkor véletlenségből benyitottam egy irodába, és hát profitálunk is ezekből a gyakorlatokból, mert a kettő fiatal szociálpedagógiai hallgatóval az egyik az azt mondta, hogy hát ő egyrészt nem is gondolta, hogy egy-egy eltűnés kapcsán mennyi adminisztratív teher hárul a rendőrségre, illetve hát tetszik neki ez a dolog, úgyhogy lehet, hogy egyszer csak a munkatársaink között köszönhetjük őt, és azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy a gyakorlaton ott lévő közül egy-kettőt, aki itt él helyben Egerben, a rendőrséghez tudjunk csábítani, hiszen azért nekünk is a fiatalságra kell, hogy építsük, azt gondolom, hosszú távon a rendőrséget. Úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, és én nagyon bízom benne, hogy tényleg gyümölcsöző lesz ez az együttműködés. Köszönöm szépen, főkapitán. Akkor nincs más dolgunk, mint most itt ünnepélyes keretek között. Nem tagadjuk, hogy ezt már mi aláírtuk egyszer a hivatal számára, de ezt most megpecsételjük még egyszer. És ez alatt az idő alatt a sajtó jelenlévő képviselői azon gondolkodhatnak, hogy főkapitány úr felé szándékoznak egy kérdést intézni, mert jelezte főkapitány úr, hogy elég szűrű a programja, és az első napi rendi pont után, ha ez a megállapodás megtörtént, aláírása megtörtént, akkor eltávolodik közünkből. Vadonatúj. Következő témánk a liceum rekonstrukciójával és bővítésével kapcsolatos TIOP 1.31-es pályázat, ami igen nagy érdeklődésre tart számot nem csak a városban, hanem mondhatjuk, hogy akár a régióban is. A pályázatról rektor úr és a körünkben illetve itt üdvözölhetjük Widermann János urat, a projektmenedzserét. Ők ketten számolnak be, és miután rektor úr most eltávozott rövid időre, ezért a szót először a projektmenedzserének adom át. Tisztelettel köszöntök mindenkit, Widermann János vagyok, a jelenleg ugye a főiskola alkalmazottja és ennek a kiemelt projektnek a menedzsere. 2009. március 9-én kaptunk róla értesítést, hogy ez a pályázat gyakorlatilag a második körön is jól szerepelt, tehát a Liceum Természettudományért nevű projektet a Oktatás és Kulturális Minisztérium támogatás közöli igazgatósága valószínűleg egy ilyen több mint 5 milliárd forintos támogatásba fogja részesíteni. Ehhez az intézménynek mintegy 300 millió forint saját erőt kell hozzátennie. A projekt maga egyrészt egy felújítás, másrészt egy bővítésről szól, tehát itt az iskolának a nagy része meg fog újulni, szépülni, homlokzat, tető, egyes épületrészek, egyes folyosók, mind külsőleg, mind belső építészetileg, illetve van még egy nagyon fontos része, amit az udvar alatt történő infotóriumnak a kialakítását jelenti, ami teljesen új funkciókkal bíró, egy nagyon modern helység lesz, és hát építészetileg ennek lesz a legnagyobb kihívás, a kivitelezése. Jelenleg a projekt a támogatási szerződés megkötésének az időszakában van. Én ezt úgy satszolom, hogy nagyjából egy 2 héten belül létrejön ez a támogatási szerződés, ugye a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, illetve az OKMTI, illetve a főiskola között. Ezt követően tudnak elindulni a nagy kivitelezési közbeszerzések. Szerintem ezek jó esetben a nyár végig lezárulnak, és valószínűleg ez év szeptemberében indulhatnak el a kivitelezési munkák. Kérdés esetleg valami? Kérdezem rektor urat, hogy a témával kapcsolatosan. Hát igen, egyrészt jelentem, hogy elment a főkapitány. Viszont jött egy új sajtó, úgyhogy őt köszöntjük. Talán azért nincsen kérdés, mert nem gondolom, hogy ez egy lerágott csont, de azért beszéltünk már róla sokat az elmúlt egy évben. A dolog akkor válik izgalmassá, én szerintem, amikor a közbeszerzés után eredményt hirdetünk. És elindul a munka. És elindul a munka, hiszen akkor megjelenik a kivitelező,
és természetesen a város életét érintő, az épület környezetében lévő funkciókat érintő, azokat egyébként esetleg máshová helyező változások is bekövetkeznek majd, tehát onnantól kezdve sokkal izgalmasabbá válik a dolog, úgyhogy én tulajdonképpen ezt ennek tudom be. Az egy jó hír, amit Viderman János elmondott, hogy bár nem voltam itt, de csak sejtem, hogy karnyújtásnyi távolságban vagyunk a szignunk elhelyezése vonatkozásába, hiszen akkor válik igazán célegyenesbe kerülővé az ügy, amikor ez a támogatási szerződés megkötése kerül. Hát ez egy hosszú előkészítés eredménye. Köszönöm szépen. Ha a témához kapcsolatban továbbra sincs kérdés, akkor tovább lépnénk a következő másik igen fontos témánkra, hiszen a hallgatóink életében egy folyamatosan visszatérő és igen sok megpróbáltatással teli időszak következik most. Elindult a szemeszterben, az idei szemeszterben a vizsgaidőszak. A vizsgaidőszakról és az ehhez kapcsolódó adatokról Kaloni Szűcs Erzsébet, a Tanulmányi és Információs Központ igazgatója számára. Köszöntöm a sajtóképviselőit, és folytathatnánk a témát, hogy a nagyüzem nem csak a líceum rekonstrukciójával indul el itt a főiskolán ebben az évben, hanem a vizsgaidőszakkal is egy olyan időszakot kezdünk el, ami még nem volt a főiskola történetében. Mintegy 100 szakon írtak ki vizsgát a tanszékek ebben az időszakban, már április hónapban, és már meg is kezdődött a vizsgaidőszak, ahogy a PR programigazgatónk mondta, még egyelőre csak a végzős hallgatóinknak. A végzős hallgatók 89 szakon fejezik be az idén a tanulmányaikat, és ez a kiugróan magas szám, ez abból adódik, hogy 2005-ben indítottuk el utoljára azt a hagyományos főiskolai képzést, amelynek a végéhez érkeztünk most 2009-ben, hiszen 4 éves képzésekről van szó zömében. Tehát itt ebben a hagyományos képzésben, jellemzően főiskolai képzésben egy nagy tömeg fog záróvizsgát tenni ebben az évben. És 2006-ban indult el a Bologna képzés, abban az évben még csak 21 alapszakon, és ebből a 21 alapszakból 19 szakon befejeződik az oktatás, 2 szakon a gazdálkodási és menedzsment, illetve a szociálpedagógus alapszakokon még egy fél éves összefüggő szakmai gyakorlat vár már itt a hallgatókra. Tehát 21 alapszakon, a Bologna rendszerű alapszakon befejeződik az oktatás ebben a vizsgaidőszakban. Nagy kihívás ez. Egyrészt a hallgatók számára, hogy sikeresen tudják teljesíteni a követelményeket, mert az oktatás szervezésben résztvevő valamennyi oktatónak, tanszékvezetőnek, intézetvezetőnek, és hát a vizsgák szervezésével kapcsolatban elég sokat együttműködő tanulmányos információs központnak is. Jelenleg 7,500 aktív hallgatója van a főiskolának, ennyien jelentkeztek be a tavaszi fél évre. Ők fognak különböző képzési szinteken vizsgát tenni, illetve záróvizsgát, felsőfokú szakképzésben szakmai vizsgát. A szakok száma mellett a képzési kínálatunk a képzési szinteket tekintve is nagyon sokszínű, hiszen a doktori iskola kivételével valamennyi képzési szinten, ami a magyar felsőoktatásban jelen van, vizsgát tesznek a hallgatóink. Ez jelenti a felsőfokú szakképzést, amit egy 4,5 éves képzés és felsőfokú szakképzettséget, de OK-s bizonyítványt ad a hallgatóknak. Jelenti a hagyományos főiskolai és egyetemi képzést, a Bologna folyamatnak megfelelően az alapképzés mellett a mesterképzésben is vannak hallgatóink, hiszen az köztudott, hogy a nyári pótfelvételi eljárásban mintegy 200 hallgató felvételt nyert a tanári mesterképzése 12 tanári szakképzettségre, és bármi meglepő, hogy szeptemberben iratkoztak, már záróvizsgát is fognak tenni, szép számmal közülük, hiszen azok az egyetemi végzettségű, tanári végzettséggel már rendelkezők, akik szeptemberben beiratkoztak tanári mesterképzésre, a jogszabály szerint 2,5 év után már tanári mesterdiplomát is kaphatnak, tehát már ők is készülnek a záróvizsgára, már túl vannak a 4 hetes gyakorlaton, portfóliót készítettek a gyakorlataikról, és készülnek a vizsgáikra, illetve záróvizsgára. A végzős hallgatóknak május 31-ig tart a vizsgaidőszak, és ahogy ez már korábban is így volt, ez nem változott a vizsgaszabályzatunkból, csak az a hallgató mehet a június 8-án kezdődő záróvizsgákra, aki minden tanulmányi követelménynek eleget tett, azaz abszolutóriumot szerzett. Az április 30-áig kellett a hallgatóinknak bejelentkezni a záróvizsgára, több mint 2300-an jelezték, hogy záróvizsgát kívánnak tenni, de hát még ott a kérdőjel, hogy minden követelménynek eleget tudnak-e tenni, és valóban megkezdhetik-e a záróvizsgát.
Az alsóbb éves hallgatóinknak még május 22-ig tart a szorgalmi időszak, és ezt követően június 30-áig vizsgázhatnak a már említett mintegy 100 szakunkon. Felsőfokú szakképzésben már jövő héten hétfőn elindulnak a szakmai vizsgák, írásbeli vizsgákkal 8 felsőfokú szakképzésben, jellemzően itt Egerben, de van egy képzésünk, kihelyezett képzésünk Tokajban, a Tokaji Ferenc Gimnáziumban, bortechnológus szakon, az már szerveztünk egy szakmai vizsgát, most a következő évfolyam fejezi be ott a tanulmányaikat. És szakirányú továbbképzésben pedagógus szakvizsga programban több mint 100 hallgató záróvizsgájára számítunk ebben az időszakban. És hát ha minden sikeres lesz, a hallgatók július elején vehetik át majd a diplomájukat. Új formátumú lesz az alapképzésben és mesterképzésben, tehát a Bologna folyamatban végzős hallgatóknak az oklevele. Egy A4-es méretű oklevelet kapnak, ami szokatlan az eddig megszokott oklevelektől, de továbbra is angol és magyar nyelven állítjuk ki ezeket az okleveleket. Az idén először kari szintű lesz a diplomaosztó, tehát 4 ünnepségre lehet számítani július 3-án és 4-én délelőtt-délutáni időpontokban, valamint a felsőfokú szakképzésben résztvevők, akik OKS bizonyítványt kapnak, ezt megelőzően július 2-án vehetik át majd a szakmai bizonyítványukat, amelyet a sikeres szakmai vizsga után kapnak. És hát a vizsgaidőszakhoz mindig hozzátartozik a felvételi időszak is, bár a közvélemény úgy tudja, hogy nincs már felvételi vizsga, mert az érettségi eredményekből számítanak pontszámot, viszont a jogszabály azt mondja ki, hogy mesterképzésben, illetve a művészet közvetítés területén szervezhetnek az intézmények vizsgát, és hát az már elhangzott, a sajtó ismeri, hogy igen nagy számú jelentkezés érkezett Egerbe a tanári mesterképzésekre. Több mint 1000 jelentkezőt kell megmérnünk július első hetében. Szóbeli motivációs beszélgetésen vesznek majd részt, illetve azok a hallgatók, akik BA képzésből folytatják majd tanári mesterképzésben a tanulmányokat, tehát alapképzésből, a Bologna folyamatból, azoknak szakmai alkalmassági vizsgát is kell tenniük. A művészet közvetítés területén, illetve a sporttudományok területén kizáró jellegű alkalmassági vizsga és gyakorlati vizsga is lesz, így összességében mintegy 2000 főt fogunk hívni Egerbe felvételi vizsgát tenni, ez tehát még hozzátartozik az oktatás szervezéshez itt a nyár elején. Köszönöm szépen, röviden ennyit szerettem volna mondani, az adatok ezen a lapon olvashatók, úgyhogy ha kérdés van, akkor természetesen még válaszolok rá. Köszönjük szépen igazgatóasszony részletes tájékoztatását. És amennyiben nincs kérdés, a következőkben örömmel szeretnénk beszámolni önöknek azokról az eredményekről, amelyeket hallgatóink értek el a 29. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A szót átadom dr. Papp József úrnak, aki a Főiskolai Tudományos Diákköri Tanács elnöke, és kérem, hogy mutassa be részletesen ezeket az eredményeket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Két évente rendezik meg a magyar felsőoktatás egyik legjelentősebb tudományos diák mozgalmának a versenyeit. Ez az OTDK nevet viseli. Ugye idén áprilisban volt a két éves forduló. Hallgatóink 11 országos szekcióban vettek részt. Ezt a munkát megelőzte ugye az előző évben lebonyolított helyi konferenciáknak a sorozata. Tehát tavaly tavasszal a végzős hallgatók, akkor végzős hallgatók, és tavaly ősszel a még képzésben lévő hallgatók számára bonyolítottunk le a tudományos diákköri versenyeket. Összesen ezen a két helyi fordulón 230 diákunk vett részt, ami egy igen szép szám, soha ennyi résztvevője nem volt még az Eszterházy Károly Főiskolán a TDK mozgalomnak. Ebből a 230 főből a helyi zsűrik 159 hallgatónak az országos versenyre juttatását javasolták. A 159 hallgatóból összesen 112-en neveztek be az országos versenyre, hiszen időközben voltak olyanok, akik elvégezték tanulmányaikat, és ugye a tavalyi tavaszi versenyen szerepeltek, elhelyezkedtek, és munkába járás után, vagy munkájuk mellett nem tudták már vállalni ezt az országos megmérettetést. Most ebből a 112 főből összesen 105 hallgatónak a nevezését forgatta el a zsűri. Ez egy nagyon szép arány, mert ez azt jelenti, hogy az itt innen tovább juttatott hallgatók, azok nem csak a mi kollégáink által ütötték meg az országos mércét, hanem az országos zsűrik alapján is.
Most ebből a hallgatói létszámból, erről a hallgatói létszámról azt kell tudni, hogy ez is minden idők legmagasabb résztvevői száma. Ugyanis általában olyan 60-70 fő szokott Egerből országos versenyre tovább jutni. Az előző két éves ciklushoz képest egy majdnem 60%-os növekedést könyvelhetünk el, ami igen szép eredmény ahhoz képest, hogy az egész felsőoktatásban jelen pillanatban arról folyik a vita, hogy ez az országos tudományos diákkori mozgalom túlélje egyáltalán ezt a bolonyai reformot, tud-e alkalmazkodni ehhez az új típusú képzési rendszerhez. Most ebből a szempontból Eger nem áll olyan nagyon rosszul, sőt, ugyanis a már bent lévő új típusú képzésben lévő hallgatók adják a résztvevőknek több mint 40%-át. Tehát még a régiek is ott vannak, de mellettük már megjelentek az újak, és hát nyilvánvalóan az adatok azt mutatják, hogy reményeink vannak arra, hogy a stafétabotot a BABSC, MAMSC át fogja venni a hagyományos képzésektől. Na most tehát ez a igen szép létszámmal szereplő EGRI csoport, megint azt lehet mondani, hogy ekkora sikert még soha nem ért el az Eszterházy Károly Főiskola, tehát történelmi sikert tudott felmutatni. 29 hallgatónk kapott valamilyen helyezést, vagy részesült díjazásban. Pontosabban 6 fő lett első helyezett, 4 fő második helyezett, 9 fő tehát lett harmadik helyezett, és 10 hallgató kapott külön díjat. Most ebben a munkában hát nyilvánvalóan részt vesznek a főiskolának az oktatói is, és ki is kell emelni azoknak a kollégáknak a munkáját, akik segítik a diákok felkészülését. 80 oktatónk vett részt az elmúlt két évben a TDK mozgalomban, és az ő hallgatói között nyilvánvalóan nem mindenkinek jutott tovább a diákja, de ki kell emelni néhány kollégának a nevét, akik kiemelkedő sikert értek el. Dr. Veró Katilla, az informatikai tanszék adjunktusa, 5 díjazott hallgatót tud magáinak, ami szerintem országos szinten is egy igen magas eredmény. Dr. Bíró Merinda, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet főiskolai docense, 3 hallgatót vezetett. Dr. Rudányi Ágnes, F. Balog Erzsébet és Molnár László pedig 2-2 hallgatóval ért el országos sikert. Tehát az eredmények igen impozánsak, reményeink vannak arra, hogy a továbbiakban is meg tudjuk őrizni a jelentős szerepünket, és nagyon fontos munka áll a TDK előtt, a főiskola TDK csoportja előtt, mert a következő ciklusban nem csak le kell bonyolítanunk a helyi fordulókat, mert a helyi megmérettetéseket, hanem 2 év múlva, tehát a 2011-es országos versenyben a humán tudományi szekciónak a országos rendezvény itt Egerben fog megrendeződni, és hát ez is egy igen komoly előkészítő munkát fog majd a jövőben igényelni. Köszönjük szépen tanár úrnak a beszámolót, és a sikeres hallgatóknak és az őt felkészítő oktatóknak ezúton is gratulálunk. Következő témánk egy olyan konferencia, aminek szervezésébe a Főiskola Központi Könyvtára is bekapcsolódott, ez pedig az egész életen át tartó tanulásról és annak könyvtári támogatásáról szól. A szó Ceglédi Lászlóé, a könyvtár főigazgatójáé. Tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit. Amiatt fontos ez a konferencia a számunkra, az az, hogy a könyvtár ezen keresztül közelebb kerül az országos könyvtári vérkeringéshez, és egyúttal a reményeink szerint a nemzetközihez is, hiszen a konferencia háttere egy Európai Uniós projekt, amiben 12 ország, ezen belül 14 konzorciumi tag vesz részt. A téma, mint ugye hallottuk, ez az egész életen át tartó tanulás könyvtári támogatása. A programot azt gondolom, hogy megkapta mindenki. A program szerintem magáért beszél. Sikerült olyan előadókat, neves előadókat meghívni, akik
mindenképpen meghatározzák a színvonalát a konferenciának. Ugye, ha más nem említek, csak professzor dr. Vizier Szilvesztert, aki a nyitó előadást fogja tartani. Ezúton invitálnám a sajtónak a képviselőit jövő héten, egy órával korábban, 9 órára a konferencia sajtótájékoztatójára, ahol bővebben is lehet tájékozódni az egész programról, a programnak az eredményeiről, és reményeink szerint lesz lehetőség a interjúkra is. Jelenleg igen nagy érdeklődésre tart számot, úgy tűnik a konferencia, a jelenlegi regisztráció szerint, amit tegnap zártunk le, közel 100 fő regisztrált az ország minden részéből a konferenciára, emellett a témával kapcsolatban, tehát az egész életen át tartó tanulás támogatásával kapcsolatban több kiállító is jelentkezett. A konferencia helye ugye a Kápolnában lesz itt az első emeleten, ott lesznek a kiállítások is. És hát minden reményünk megvan arra, hogy egy sikeres konferenciát szervezünk. A jövő heti sajtótájékoztatóra pedig szeretettel várunk mindenkit itt 9 órakor a konferencia terembe. A konferencia főszervezői, a Publika Magyar Könyvtári Kör, a Könyvtári Intézet, Országos Széchenyi Könyvtár, reményeink szerint a brüsszeli képviselettől is lesznek jelen a sajtótájékoztatón. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen az információkat, és utolsó témánk szintén valamilyen szinten a könyvtárunkhoz kapcsolódik, hiszen a könyvtárban működik, a könyvtár keretein belül az Amerikai Kuckó, amely a következő hetekben angol nyelvű kulturális vetélkedőt szervez középiskolások számára. A vetélkedő részleteiről Jakubik Gábort kérem meg, hogy számoljon be a sajtóképviselőinek. Jó napot kívánok, én is köszönöm a tisztelt kollégát és a sajtóképviselőt is. Igen, az Esterházy Károly Főiskolán belül kapott helyet az országban egyébként megnyomó Amerikai Kuckó, amiről már bizonyosan hallottunk. Ez az első ilyen úgynevezett regionális programunk, ami középiskolás diákoknak és csapatoknak szól. Angol nyelvű kultúrás vetélkedőt szerveztünk minden olyan diáknak, aki szeret angolul olvasni, kutatni. Igyekeztünk érdekes kérdéseket feltenni az első forduló kapcsán, illetve a másik forduló egy kicsit interaktívabb, vetélkedőbb lesz. Ennek a vetélkedőnek a döntője május 29-én lesz, ahol az amerikai misztika tanszék egy vendég oktatója, illetve két oktatója fog zsűrizni. A jelentkezéseket május 15-ig várnánk, illetve 22-ig kell az első fordulót beküldeni. Az első forduló nagyon röviden, egy 19 kérdés, egy kis esszé jellegű feladatsor, illetve egy kis ilyen esszé tulajdonképpen. Mindenképpen a középiskolásokra helyezzük a hangsúlyt, ugyanis az angol tudásuk szeretnénk nem csak támogatni, hanem egy picit felmérni, hiszen ez a főiskola felé is nyithatna a középiskolások terén. Tehát a lényeg az, hogy három főiskolás csapatokat várnánk erre a vetélkedőre. Hát, nagyon röviden ennyit szerettem volna elmondani. És mielőtt elköszönnék Önöktől, megkérdezem, hogy az elhangzott témákkal kapcsolatosan, de úgy látom, hogy rektor úrnak még van mondani való, hogy ilyen szót átadom. De csak egy perc, meg hát addig fogalmazódik kérdés. Jövő héten a Nyelvi Tudományi Intézetünk egy irodalmi konferenciát rendez hétközepén, amelyre a sajtó figyelmét felszettünk hívni, visszafelé haladva Földi Péter Kossuth és Munkácsi Díjas festőművész kiállításának megnyitója lesz hétfőn délután a Templom galériában, talán már a sajtó tud is róla, szeretettel várunk mindenkit. Ma délután pedig a Testnevelés és Sporttudományi Intézetünk szabadidő, sport, egészséges életmód, nem is fogunk tanítani délután, úgyhogy a sajtót is várjuk tréningruhába az Almagyardonban. Sok sportos esemény, verseny van, és elindult a 2900 perces
kispályás labdarúgó mérkőzés, ami nem is ma van ez holnap, bocsánat, a sportesemény, nem a jöjjenek sportolni holnap. Igen, az ma indult, az indult ma, holnap délután van az Almagyar Dombon a sport délutánunk, és akkor fog befejeződni. Nem régen avattunk egy műfüves pályát a Sportolományi Intézetünk főépületének oldalába, és ez gyakorlatilag az avatás egyik része. Akkor játszottak rajta 2x10 percet. Most elindult egy másik program. Na és közben lehetett kérdést is fogalmazni. És visszaadom a szót. Köszönöm szépen, de úgy látom, hogy nagyon részletesen mindent elmondtunk, és nincs több kérdés. Köszönöm szépen, hogy részt vettek a sajtótájékoztatón. És akkor nem úgy köszönök el önöktől, hogy egy hónap múlva találkozunk, hanem úgy, hogy jövő héten a könyvtári sajtótájékoztatón. Viszontlátásra!